Sziasztok, fiúk, lányok! Ma újabb rituális kicsomagolás áldozatául fogtok esni, ugyanis a Square Enixnek hála kaptam egy Deus Ex Collector's Edition-t, ami így a házam udvara előtt landol, és akkor megnézzük, hogy mi van a dobozban. Akit mondjuk érdekelt, valószínűleg már amúgy is utána nézett, de tehát azért ritka, hogy egy ilyen masszív monstrumot készítenek egy játékhoz, és a Deus Ex az egyik olyan játék volt az idén, meg ugye talán az elmúlt évekből is, amit én így tényleg vártam. Tehát nagyon tetszett a Human Revolution, és most így a Mankind Divided-del kapcsolatban ugyanilyen magasak az elvárásaim, és hát reméljük nem fogunk csalódni. Na de ez most nem erről szól, hanem arról, hogy mi van a dobozban, mit mellékeltek, mert ez, hát be kell valami őszintén, ez egy mocskosul drága Collector's Edition, tehát ha jól sejtem, Magyarországon olyan 36-7-8 ezer forint körül vesztegetik, ráadásul nem is nagyon biztos, hogy lehet már kapni, amikor ezt a videót látjátok, szóval ez tényleg ilyen nagyon korai időszakban beszerezhető dolog, vagy pedig ugye különböző oldalakon sokkal drágábban hozzá lehet jutni, különféle gyűjtőktől. Na de, akkor most jöjjön, aminek jönnie kell. Na, a doboz. Tehát nagyon érdekes, ilyen háromszögletű dobozról van szó. Így, tehát az egész Deus Ex-nek most ez a háromszögekből összerakott grafikai dizájn, ez így benne lesz nagyon keményen, meg hát ilyen illuminátus kőkeményen befigyel a játék sztoriában is. Na és akkor itt láthatjuk, hogy mi lesz magában a dobozban, tehát lesz benne egy figura, akkor a fémberakásos, vagy hát a fémdoboz, egy ilyen művészeti album, meg még egy-két digitális extra, ami annyira nem hoz lázba, de maga a szobrocska, meg maga a doboz is jól néz ki. Szóval már csak ezért is azt mondom, hogy ez egy ilyen unikumnak mondható dolog. Na, annyit megelőlegeztem, hogy itt ezeket a ragacsokat már leszedtem róla, hogy ne most kelljen vele vacakolni. És akkor így, csak így lazán azt mondja, hogy na már jön csak. De ez így nem biztos, hogy olyan könnyed. Ó! Ja, hogy ja! Tehát itt van maga a játék. Szépen így beleaplikálva egy ilyen kis karton tégelybe. Hát ezt most kiszedem. Na, tehát itt van. Kód az gondolom nincs rajta. Ha meg van, akkor meg már úgyis beváltottam, úgyhogy tök mindegy. Tehát itt van maga a játék. Megpróbálom ezt ide szépen felstócolni valahogy. Ezt egy kicsit arrébb teszem, és akkor így ide. Ide jönnek a dolgok. Szépen. Kicsit szűkösen vagyok, lehetne ezt így egy ilyen nagy profi asztalon is, de hát szegény ember ugye azzal főz, amilyen van. Na, most ezt valahogy ügyesen ki kéne szedni. Ó, ja, hogy ez így megy, oké. Okay. De hogy ennek van egy alja is. Na jó, akkor most B-terv. Haha! Na jó, akkor Deus Ex ide. Tehát ez még egy ilyen külön doboz. Eléggé ilyen Skynet-es feelingje van, vagy nem is tudom, ennek mondjuk ilyen, hogy piros színe lenne, akkor egyből adná a formát. Na jó, remélem, hogy nem fejjel lefele mondtam most ki. És nem! Voilà! Itt van Ni. Ezt akkor így ide le. Tehát, amit itt találunk, először itt ez az Adam Jensen szobor, megpróbálok ki applikálni, igen. Na, hát ő így néz ki közelről. Épp, nem tudom, ráaplikálódik a testére ez a ilyen kiberpáncél, vagy micsoda. És akkor már ez is ilyen kis háromszögekből áll össze, majd gondolom ezt a játékban látni fogjuk tüzetesebben is. Mindenesetre így jól néz ki. Az ábrákon a feje egy kicsit olyan gagyinak tűnt, de így most így kibontva tényleg nagyon részletesen ki van dolgozva, és ha minden igaz, még így a fegyverének a csövére rá lehet tenni egy ilyen hangtompítót, valahol az is itt kell, hogy legyen. Á, talán ez itt meg is van. Ez így itt külön mellette van. Csak hogyha mi mondjuk inkább ilyen álcázósabb játék stílust preferálnánk, akkor így rá lehet szerelni, és akkor így
így már csendes gyilkost játszhatunk. Egyébként a Deus Ex-et azért szeretem, mert az egy egyik azon kevés játékoknak, amit többfajta módon is végig lehet játszani, és akár úgy is, hogy egyetlen egy ellenfelet sem teszünk el láb alul, úgyhogy így nagyon-nagyon adja nekem ez a játékstílus. Na, akkor próbáljuk ezt így ilyen kompozícióba így összerakni. Jó, itt lesz Adam Jensen. Na, itt van maga a fémtok, ez most szerintem csak egy üres fémtok, semmi több. Így itt. Ha jól tudom, van egy ilyen fémdobozos kiadás is, ami egy olyan ezressel drágább, mint a normál játék. Igen, és akkor ez egy ilyen üres fémtok. Akkor ezt mondjuk így ide, valahova. És itt volna a művészeti album. És akkor ebben ilyen különféle skiccek, tervek és vázlatok a játékról, mindenféle szegmensből és egyéb dolgokról, amik aztán jó esélye mind benne lesznek a játékban. Ja, mondjuk nem olyan vastag maga az album, ilyen különféle ilyen mesterséges végtagok. Bocs, hogyha fénylik, tényleg próbálom úgy tartani, hogy valami látszódjék belőle. De na, hát ezeket a Collector's Edition-öket pontosan ezért szeretjük, és őszintén szólva én úgy vagyok vele, hogy ha már fizikai példányban vásárol az ember játékot, akkor ahhoz járjon valami effektíve, ne csak a logisztikai költség, meg ugye a műanyag, meg a papírára menjen vele, meg hát üzemanyag fogyasztás, hanem akkor legalább valami effektív relikvia is legyen az egészhez. No. Hát akkor igazániból úgy ennyi. Én ezt majd így megnézem kicsit magamnak részletesebben is, de itt van ez a szobrocska, ez szerintem nagyon bedesz. Majd ezt még mindjárt lesz, de ezt így, ilyen egyszerű, le lehet szerelni róla. És akkor Deus Ex Mankind Divided Collector's Edition. Hát reméljük, hogy azért játéknak a teljesítménye és a minősége nem fogja megosztani a publikumot, hanem egyöntetően mindenkinek tetszeni fog. Köszönöm szépen, ha megnéztétek, és hát hamarosan találkozunk a játékkal is. Sziasztok!